2003-ban kezdődött, azóta az ország számos településén évről évre megrendezik a múzeumok éjszakáját. Idén a hajdúszoboszlói Bocska István Múzeumban ezen az egy napon volt látható az eredeti honfoglalás korából származó Bárándi tarsolylemez. Ezen kívül a hajdúszoboszló melletti Benedekvölgyben talált ezüst kincsről készült filmet is megtekinthették az érdeklődők. ’65-ben a Hajdúszoboszló közelében fekvő Benedekvölgyben Lós Erzsébet a tanyájuk melletti földeken ezüstpénzeket talált. A kislány ekkor még nem sejtette, mekkora érték ez az utókor számára. A régészek segítségével 573 darab tatárjárás korából származó ezüst dénár került elő a földből. A kincs megtalálásának körülményeit néhány éve a Déri Múzeum munkatársai megfilmesítették. Az alkotást június 22-én a múzeumok éjszakáján a hajdúszoboszlói közönség megnézhette. A nézők között volt Pintye Péter is, aki új ismereteket szerzett a film által. Nem hallottam még a Benedekvölgyi kincsekről, de jó ez a kis film, mert legalább így egyszerűbben megmutatja a nézelődőknek, vagy a látogatóknak a történetet sokkal egyszerűbb, és a külföldiek is meg tudják úgy nagyjából érteni. Az úgynevezett Benedekvölgyi kincs több szempontból is érdekes, mondta Balogh Csaba, a Debreceni Déri Múzeum régészeti technikusa, aki egyben a film készítője is. Talán az a legnagyobb különlegessége, hogy tényleg sok információ fennmaradt, hála a Mesterházy Károlynak és az akkori médiának, hiszen a pajtás újságban tényleg megjelent egy olyan cikk, ami sokat bemutat a körülményekből, és így könnyen megismerhetővé válik, átadható az egész dolog. Tehát ahogy mondtam, a régészeti jelentés, a Mesterházy Károly régészeti jelentése, a pajtás újság cikke, és hát nem utolsó sorban a legfontosabb dolog az, hogy Lós Erzsébet gyakorlatilag mindent elmesélt a gyermekkori élményéről, hiszen nagyon meghatározó volt ez számára, sőt említette nekem, hogy mai napig álmodik még ezzel a történettel. A Helytörténeti Múzeum kiállító termében ezen a napon látható volt a magántulajdonban lévő Bárándi tarsolylemez is. A honfoglaláskori aranyozott ezüst tarsolylemezt fegyveres biztonsági őrök felügyelték. A több mint 1000 éves tárgy biztosítási értéke ugyanis 80 millió forint. A tarsolylemezt és a körte alakú, szintén honfoglaláskori kengyelt az 1860-as években Tiszadob határában találta egy kubikus. A férfi hazavitte és Bárándi házának fedélszékében elrejtette a tárgyakat, melyeket 1998-ban a ház bontásakor találtak meg a leszármazottai, mesélte el a tarsolylemez történetét Szolnoki László régész. A tarsoly maga az egy jellegzetes honfoglaláskori tárgya volt a korabeli férfiaknak, ebben ezt a jobb oldalukon viselték, az övükön lógott, és ebben tartották a tűzkéségüket, a kovát, illetve az acélt, amivel a tüzet készítették, a taplót, amire ezt a szikrát rászorták, illetve a különböző piperetárgyakat, apró eszközöket, szörcsipeszeket. És a köznépnél ez általában, vagy hát a legtöbb embernél valószínűleg bőrből, illetve szövetből, textilből készült, de ezeket ritka esetben fémveretekkel, vagy akár egy ilyen egész lemezzel borították az elmiső oldalukat. Az érdeklődők azt is megnézhették, hogyan viselték a honfoglaló magyarok a tarsolylemezt. A gyerekek pedig el is készíthették saját tarsolylemezeiket. Rabcsák Barnabás Ágoston a múzeumban ismerkedett meg a honfoglalók tárgyával. Nagyon régen használták,
és férfiak, és a tűz csiholására való eszközöket rakták bele. A múzeumok éjszakáján a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum munkatársai az egynapos kamarakiállításnak a Rejtélyes Aranykincs Nyomában címet adták. A 2013-as múzeumok éjszakája a régészettel, illetve a régészeti emlékekkel foglalkozik. Egyrészt sikerült, őszinte örömünkre szolgál, hogy sikerült meggyőznünk egy magánszemélyt, hogy állítsa ki az egyedi honfoglaláskorabeli tarsolylemezét itt a mai napon a múzeumban. Ez az úgynevezett Bárándi tarsolylemez, amelyik a 10. század első negyedéből származik. Aranyozott ezüst az anyaga, és gyönyörű palmetta díszítéssel van ellátva. Egy igazán különleges darab, és ez csak a mai napon látható. Ezen kívül még látható a Benedek vagy legendája című film is, ami egyébként az állandó kiállításunknak is része, de ma a film alkotóival is lehet találkozni és beszélgetni arról, hogy hogyan találták meg ezt a frízaki ezüstkincs leletet. A múzeumok éjszakáján az állandó helytörténeti kiállítást is meg lehetett tekinteni, sőt, sok mindent kézbe is lehetett venni. A retro kiállító teremben pedig egy lezárt történelmi korszak tárgyi világával nosztalgiázhattak a nézelődők. Az udvaron a Krux Alba hagyományőrző egyesület mutatta be a reneszánsz viseletet és Mátyás király híres fekete seregének tüzérségi fegyvereit. Hát ma egy egészen kis picike százalék, hát egy kis szösszenet történt csak a csapatunk a repertoáriából, hiszen alapvetően ilyen tábori élet rekonstrukcióval foglalkozunk, és azon belül is most egy kis tüzérségnek volt egy aprócska szelete az, amit most ide elhoztunk a múzeumba. A hagyományőrzők bemutatóját követően a híres hajdúsági slambuccal kínálták a szoboszlóiakat, akik jó étvágyal fogyasztották a táj jellegű ételt. A slambucc olyan nagyon jó, hogy igazi magyar slambucc, szóval én nem most tettem először, hosszú időm után, de nem vagyok hozzászokva, értem, hogy sokat adtak nekem, itt mindenki sokat evett. Én nekem madárgyomlom van, keveset ezt, mint a gyerek, de nagyon finom. Sándor Károlynak nem csak a slambucc ízlet, a kiállítás több darabja is kedvére való volt. Amit szerettem, az a viselet, ami sejemből volt, attól egy figurára rá van téve, az nagyon eredeti, mert a hunok igazán, a hun név az ilyen kínai eredet. Hun dinisztia, és a hunok, és a szkitták, az nagyon keleti. És az a ruházat is olyan, pontosan olyan értem, amit el tudom képzelni. A színe is, úgyhogy hát az egész öltözet és az egész fegyverzet is nagyon eltalálta a kiborda betettem, a csizma meg minden. A tarsolylemez az meg olyan érdekes, mint a láttam volna már, mert ennek a stíluza, meg stíluzált ilyen virágforma, ez állítólag megvan az Attila kardjának a nyelén is láttam. Akik ellátogattak az idei múzeumok éjszakájára a változatos programok között megtalálták a kedvükre való szórakozást, és valószínűleg jövőre sem hagyják ki, mert ez az éjszaka más volt, mint a többi.